Na igen, ma folytatjuk egy újabb átkozott géppel, Üm, 3866 forint, ha jól emlékszem, igen. Üm, igazából 2011-es MacBooknak volt hirdetve, de ez egy 2009-es uh, MacBook Pro, amint az látható, éppen Windows fut rajta. Most a mai részben megnézzük, hogy hogy jutottunk el idáig, ugyanis szintén nem működőként lett eladva, be se lehetett kapcsolni, sőt, igazából most is elég nagy kihívás bekapcsolni, de ennél egy kicsikét tovább mentünk, és raktam rá Linuxot. Azaz, megpróbáltam rá Linuxot rakni. Úgyhogy nézzük, hogy szétszedem, kipucolom, és beüzemeljük. Na, most mivel igazából az akkumulátor teljesen halott, így az SMC folyamatosan kiakasztja magát, és egyszerűen nem lehet elindítani a laptopot ugye, a bekapcsológombba, ezért azt kell csinálnom minden egyes alkalommal, hogy miközben be van dugva a laptop, ugye a töltőre, be kell dugnom az akkumulátort, és kihúzni, ugyanis semmi másra nem reagál. Viszont ezután úgy, ahogy kell be is kapcsol a laptop, és lássad, csodát bútor rajta a Windows. de ma ennél egy kicsikét tovább megyünk, ahogy ezt említettem is az intróban, és először megpróbáltam bezájtot rakni rá, úgyhogy nézzük is, hogy ez hogyan sült el. amit a sajnos láthatjátok, és amire számítottam is igazából az Nvidia driver miatt. Ebben a MacBook pro egy Nvidia 9600M GT van, a beépített GPU pedig egy 9400M, oké, okay. tehát hogy ehhez a bezájt már nem nyújt támogatást. Tehát hiába raktam föl, egyszer a driver miatt nem fog elindulni, amint az látható is a képernyőm mivel sajnos a bezájt nem működik, ezért a Chimera OS-t meg se próbálom, ugyanis az inkább Radeon kártyákra specializálódik, és ez ki is jelentik a letöltési oldalukon, hogy nagyjából AMD központú az egész oprendszer. Úgyhogy menjünk a Linux mintre. XFCE verzió, tudom, hogy működik, másik laptopon is már sikerült összehozni. Igen, későbbiekben másik laptopon is fogunk még próbálkozni Linux-szal, ugyanis én azóta kulisszák mögött, vagy hogy is mondjam, a háttérben. ki kipróbáltam már a többi laptopot több oprendszerrel is, és igen, lehet rajtuk gémelni. Ugyanis csak a g 580 on nem sikerült a videókártyát elővarázsolni egyik linux sem. Úgyhogy, ja. Ennek is mutatom a folyamatát közben. Itt egy kicsikét más, de mégis hasonló a telepítő, viszont itt el is az oprendszerig. felraktam minden frissítést, amit ugye kínált az Update Manager, megnéztem, hogy látja a videókártyát, látta. Na most az, hogy drivert nem rakott fel hozzá, erre nagyjából számítottam, és reméltem, hogy legalább az IGPU-val el fog indulni valami játék. Megpróbáltam több játékot is, megpróbáltam többféleképpen is, viszont hogyha már hozzá kell nyúlni magához a driverekhez, és neki kell állnom megint beszelni, akkor az azt jelenti, hogy maga a distro számomra, már egy nem támogatott videókártyával próbálkozik, úgyhogy felesleges időpazarlás lett volna, ezt már megtanultam egy életre. Nagyon-nagyon sok időt eltöltöttem már a Linux-al, a többi géppel is, és azt kell, hogy mondjam, hogyha magától nem telepíti fel a drivert, és első próbálkozása nem megy föl, engedd el. De amit az látható, se a Hollow Knight, megpróbáltam amúgy még a Halls of Tormentet, de az még a vulkán se tudta kompányolni, miatt elindult volna. <laughs> Úgyhogy az még annál is durvábban félelt. Úgyhogy ezt inkább el is engedtem, és hát visszatértünk Windowsra. Na most, lásd csodát, Windows-on pedig működik. El is indul, nem is kellett semmit csinálnom. A driver tudom, hogy nincs fönt rajta, ugyanis eddig kétszer próbáltam meg fölrakni a Windows update és ezt azt hiszem, hogy a framerate-ből is lehet látni, hogy <laughs> gondok vannak, de működik. Most nem tudom, lejjebb veszik egy kicsikét a felbontást, akkor talán még játszható is lesz. ha engedné. Viszont azt hiszem, hogy ezt inkább el is engedjük. Ez így most magában nem. Nem fog futni. De hát elindult. Ez egy nagy nope. Ez itt nem FPS, hanem inkább second per frame, hogy hány másodpercig van a kijelzőn egy frame. E, hát igen, itt gondok vannak. Nem baj. Ha fenn lenne a driver, valószínűleg amúgy jobban működne. Ezt nem akartam erőltetni, ugyanis érdekelt, hogy egyáltalán megye bármelyik másik op-rendszerrel. Vagy egyáltalán bekapcsolja a laptop, de hát működik. Tehát egy nonsens. Kell egy egy új akkumulátor, és akkor az SMC sem fog folyamatosan kihűlni magától, és akkor talán még a gombok is működni fognak. 3800 forintért? Vicc. Szintén. Szétszedés közben viszont elég egyértelmű volt, hogy ezt a laptopot megpróbálta valaki már úgymond megjavítani, és hát sikertelenül persze. Ugyanis pont azok a csavarok és pont azok a lépések megvettek téve, amik egyértelművé tették azt, hogy ezt valaki próbálta megcsinálni, de nagyjából annyit sikerült, hogy leszették a talpakat az aljáról, az összes csavart elhagyták, és az akkumulátort egyszer kiszedték. Hát nem működik. Úgyhogy megpróbálok majd rakni rá macos sajnos elkapitanig megy föl. A, az én nekem az már nem Intel processzoros, úgyhogy nem tudok rá feltelepíteni ennyi régi macOS-t, úgyhogy nem tudok hozzá boot drive-ot csinálni. Windowsról pedig egy kicsit nehézkes elérni azt, hogy lássa is maga a Macintosh, mint egy boot drive-ot. Úgyhogy ez a kihívás még előttem áll. Ha kicsit frissebb macOS támogatna, akkor azonnal meg tudnám oldani még a, az M processzoros mekemmel, de hát így sajnos ez marad így a Windows megy rajta, és amúgy működik is. Kicsit meleg, de ez a MacBook pro elvárt, ezért használni kell hozzá a MacFan Control-t. Ha rárakod max akkor hangos, de működik. Pasztázás előtt folyamatosan Maxon ment a hűtés, tök mindegy, csináltál, úgyhogy újra kellett pasztázni. De hát ezt mutattam is a videóban, ugye annyival jobb, hogy alapból 70-80 fok körül megy, de nem kapcsol be a hűtés, mert minek? Meg. Úgyhogy uh, ennyit erről a részről, és találkozunk a következőben. Sziasztok!